70 éve épült meg a Makója körében csak vasasként emlegetett Erdély Ferenc téri sportpálya, amire azóta senki nem költött egy forintot sem. Megrepedezett falak jellemzik az elavult öltözőket és tusolókat, de a focipálya lelátója sem felel meg a kor kívánalmainak, ezért szeretne most öltözőkomplexumot kialakítani a tulajdonos önkormányzat. A focipálya öltözőjét a város labdarúgó csapatai és az utánpótlás játékosok is használják, szükség van tehát a felújításra. 350 gyerek van a városból és a vonzás körzetünkben lévő községekből, akik szinte naponta megjelennek itt a pályán, és hát nem mindegy, hogy a mai világban milyen körülmények között tudnak öltözni, vetkőzni, milyen körülmények között tudnak fürödni, az orvosi vizsgálatokat hol tartsuk, és hát sok olyan apróság, ami a közérzetet javítja. A város még tavaly májusban adott be pályázatot az MLS-hez, a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerén belül összesen 300 millió forint értékben. A pályázatot decemberben bírálták el, a 2016. évi első ütemre összesen 151 millió forint összegű beruházást hagytak jóvá. Ehhez 44 millió forintos önerővel a makói önkormányzat, míg 107 millióval a Konditek is hozzájárult. Így valósulhat meg az 1000 négyzetméteres öltözőkomplex, amely 8 öltözőből és hozzá tartozó vizes blokkból fog állni. De helyet kapnak edzői öltözők, rehabilitációs és orvosi szobák is. A kétszintes épület tetején egy 400 fős fedett lelátó is lesz majd. Fontosnak tartom megjegyezni azt, hogy Makóváros önkormányzata nem stadiont szeretne építeni, hanem inkább azt mondom, hogy egy olyan öltöző komplexumot építünk, amelyet a sportolóink tudnak használni, és a kor elvárásainak megfelelő. Mondhatnám úgy, hogy egy 21. századi sportoláshoz elvárható körülményt fog biztosítani. A Contitech Fluid Automotive Hungária Kft. 20 éve van jelen a város életében, azóta szinte nem volt olyan városi egyesület vagy civil szervezet, amit ne támogattak volna. A sport iránt is elkötelezettek, ezért döntöttek úgy 2015-ben, hogy részt vesznek a TAO programban, és 107 millió forintos társasági adójukat a város fejlesztésére ajánlják fel. Azt szokták mondani, hogy háromféle ember van Makón, van, aki már dolgozott a makói Contiteknél, aki most dolgozik a makói Contiteknél, vagy aki majd a jövőben fog dolgozni a makói Contiteknél. És hát ebből adódóan is fontosnak tartottuk azt, hogyha van lehetőségünk arra, hogy TAO-s pénzeket osztogassunk, akkor az maradjon itt a térségben, maradjon itt Makón, mert akkor az biztos, hogy olyan eszközökbe tudjuk fektetni, amit vagy a munkavállalóink fognak tudni használni, vagy az ő gyermekeik. A sportpálya öltöző komplexumának építése februárban kezdődik majd el. A felújításról és a munkálatokról folyamatosan beszámolunk híradónkban.